Először indít OB1-es női vízilabda csapatot a Ferencváros póló szakosztálya. Az első szezonban a négy közé tartanak, végcél az utánpótlásból merítés. Induláskor válogatottak sorát igazolták, közülük a BL győztes Kisteleki Dóra, illetve a férfiak kapusedzőjéből lett tréner Béres Gergely. A tervekről sziasztok, jó reggelt kívánok! Jöreget kívánok. Na most, Gergő, Gerendás György azt mondta, hogy már 3 éve dolgozik a felnőtt csapat indításán. Téged is bevont ebbe a munkába, ezek szerint már korábban is ennyire tudtatok titkot tartani? Tudtunk titkot tartani. Úgy gondolom, hogy ő ezt házon belül mindig is mondta, hogy szeretnénk, hogyha elindulna egy női vonal, de akkor még arról nem volt szó, hogy én leszek a női csapatnak a vezetőedzője. Ezt mikor tudtad meg? Mennyi időd volt felkészülni erre a nagy feladatra? Úgy gondolom, hogy felkészülni a feladatra a felkérés után egy fél perccel már válaszoltam, hogy vállalom. Úgyhogy, de május, én azt mondanám, hogy a májusban vált véglegessé. Na most, Dóra, egy címekkel, díjakkal, érmekkel ennyire kidekorált, sikeres póló számára milyen és miért lehetőség egyáltalán egy vadonatúj csapathoz csatlakozni? Én már elmondtam ugye, hogy sok helyen, hogy az elmúlt években már megfordult a fejemben, hogy vajon ez a profi pályafutásom meddig tarthat. És az elmúlt évben az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy a tavalyi év lesz az utolsó. És utána jött a Gerendás Györgynek a telefonja. És ez nekem az ő neve és maga a klub, a Ferencváros akkora motivációt adott, hogy én is ugye azonnal igent mondtam. És hát azt gondolom, hogy nem gondoltam volna igazából, hogy a pályafutásomnak a vége felé ilyen lehetőség adódik még nekem. És újult erővel vágtam neki ennek az évnek. Ki mered jelenteni, hogyha ez nincs, akkor te most valószínűleg nem póloznál? Hát nem szoktam azzal foglalkozni, hogy mi lett volna, ha, de benne volt, abszolút. Na most igazából akkor sokáig erről a perspektíváról nem kellett téged győzködni. A név, két név, Gerendás, illetve a Ferencváros, az már önmagában elég garanciának tűnt? Nekem ez igen, elég volt. Elég volt. Na most nyilván a te egyik fő feladatod az is lesz, hogy a te rutinoddal és tudásoddal segítsed a fiatalokat a beilleszkedésbe, igaz? Így van, bár ilyen feladatot még én sem kaptam, ugye sok helyen voltam már csapatkapitány. Hát ezt akartam kérdezni, hogy ez újdonság lesz a számomra. Igen, mind itthon, mind külföldön, de ilyen helyzetben én sem voltam, azt gondolom, hogy nem lesz biztosan könnyű, de nem gondolom tehernek, inkább kihívásnak gondolom ezt a feladatot, de hogy az előbb is elmondtam, hogy gond biztos nem lesz belőle, bár a lányoknak a 70%-a szerintem nem is ismeri egymást, egy picit jobban, hogy össze kell hozni ezt a csapatot, amiben azt gondolom, hogy nagy feladatom lesz nekem is. Na most egy zöldmezős vagy zöldfehérmezős beruházásról beszélünk. Ebbe beleugrani vezetőedzőként mi lesz ebben a feladatban az igazi nehézség? Én úgy gondolom, hogy a nehézségek akkor jönnek, hogyha lesz esetleg egy nem várt vereség, amivel nem kalkulálunk, és ott a lányokat összetartani. Tehát én úgy gondolom, hogy most mindenki nagyon boldog, mindenki élvezi ezt a helyzetet, úgyhogy egyelőre csak pozitívumokra tudok beszélni, nem is tudom másra gondolni, hogy mi lehet ebben nehézség. Na most az egy nagyon dicséretes cél, hogy hosszú távon a saját utánpótlásra támaszkodjon egy klub. Alkalmas is lesz az a rendszer, ami a pólóban van, és ami a Ferencvárosnál van, hogy ez a hosszú távon, ez ne olyan rettenetesen hosszú táv legyen? Én úgy gondolom, hogy ezért is vártunk eddig. Tehát ugye 3 éve már gondolkodtunk rá a női szakosztályon, de már elindítottuk őket tavaly is bajnokságba. Idén már 2 országos csapatunk, tehát a serdülő és a gyerekcsapat az országosba elkezdi a munkát, felkészülést, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy biztos háttér lehet. Na most Dóra, azzal, hogy egy ilyen új és fontos impulzust kaptál és kedvet, ezzel te hány évre előre látsz most előre? Egyelőre 1 évre tervezek, aztán majd
beszéljük ezt újra, jó? Mert még messze van. Legyen, ez egy tesztév lesz. Ez egy tesztév, és szeretném magamból még kihozni tényleg a 100%-ot, a maximumot, és amikor ez majd aktuális, ez majd újra megbeszéljük a... Ez az újfajta szerep, ez a duplán vezérnek lenni, vagy nevelőnek is lenni vezérként, ez akár egy edzői karrierhez vezető út első lépése is lehet? Sosem lehet tudni, hogy mit hoz az élet. Persze benne van is egy ilyen szép karrier után, azt gondolom, hogy az utánpótlással foglalkozzam, majd egyelőre most mint csak játékosként gondolok erre az évre. Világos, tehát mert van, aki erre a kérdésre kategorikus nemet mond, hogy utána nem akar, de te nem ezek közé tartozol, te igenis látod azt, hogy akár az is elképzelhető. Úgy vagyok vele, hogy az élet bármikor bármit hozhat, tehát ezt is. No, nézzük ezt az új csapatot és az első évet. A célok imponálóak, ugye egyből a négy közé kerülni. Nem túlzás? Én úgy gondolom, hogy ezt az idő fogja úgyis megválaszolni, de nem lehet úgy csapatot építeni, hogy az legyen egyből az elvárás, hogy maradjunk bent. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember mindig azért törekszik a maximumra, és amellett ugye szeretnénk minél előrébb végezni, és úgy gondolom, hogy ezért is volt egy jó célkitűzés ez a négy, és még, tehát hogy ha az megvan, akkor sem leszünk elégedettek, hogy ez megvan, tehát szeretnék minél előrébb végezni, ezt mindig is kihangsúlyoztuk, és úgy gondolom, hogy azért sok jó játékos van ebben a csapatban, igaz, hogy most alakultak, viszont mindenki azért a maga posztján azért a klasszisok közé tartozik. Igen, Dóra, látva a kollégákat, a vetélytársakat, a riválisokat, hogy hogyan alakul a többi élgárda helyzet. Tehát azt mondja, hogy négybe lenni, abban benne van is, hogy negyediknek lenni, benne van is, hogy elsőnek lenni. Szóval abban sok minden benne van. Te hogyan látod a keret erősségét? A Gergőt tudom erősíteni, tehát ugyanaz, és azt gondolom, hogy ez a célunk, hogy a legjobb négy közébe jussunk. Aztán, hogy ott hogyan alakul, és hogy hogyan fog összeérni ez a csapat, azért kicsit finomabban kell fogalmazni, azt gondolom első évben, mert annyira új még a csapat és a játékosok, és ilyen még sose volt, hogy nem lehet tudni, hogy ez a fél év mennyire lesz elegendő. Én azt gondolom, hogy elegendő lesz. Először jussunk be a négybe, és akkor onnan majd meglátjuk. Gergő, milyen alapon választottátok ki a csapat gerincét, tehát a rutinos, nagyobb neveket a kínálatból, tehát milyen típusú komoly játékosokra volt szükségetek? Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban azért, ahogy lehet látni is a szerkezetet, hogy megvoltak azért a Gerendás Gyuri bácsinak a posztok, tehát azért ugye az alapok védj ugye egy jó kapust, ugye a sikerült, utána ugye azért a Bujka Barbara személyében egy klasszis centert sikerült igazolnunk, és akkor én úgy gondolom, hogy onnan indultunk el a két középről, és akkor onnantól ugye rutinos játékosokat a Dóri, a Kövér Kisréka, tehát akik azért az elmúlt szezonokban én úgy gondolom, hogy sokat bizonyítottak, és nagyon sokat, sok jó teljesítményt adtak, és az utóbbi időben egy kicsit azért én úgy gondolom, hogy nem azt a szerepet kapták a klubukban, mint ami bennük van lehetőségként. Hát magyarul ezeket az ambíciókat kell fölpiszkálni nálatok. Így van. Dóra, mi látszik eddig az újdonság kérdőjelei mellett? Milyen stílusú, típusú csapat lesz a Fradi? Igazából mától edzünk kompletten. Ugye ma lett 14-en, ma kezdünk el együtt dolgozni. Én már ugye két hónapja benne vagyok a munkában, és úgy egyre többen lettünk, ketten kezdtük, hárman, második héten, négyen, öten, és akkor így lett komplett a csapat. Azt gondolom, hogy inkább, ahogy látszik a Gergő és a Gyuri bácsi stílusán is, hogy inkább a férfias vonal felé kezdünk el orientálódni, már amennyire ugye a női vonalba ezt bele lehet tenni. Tehát ez egy férfias női csapat lesz. Így van. Reméljük. És aztán majd a második évben meg már igazi derbire is készülhettek, mondjuk elvenni az aranyat az újpestiektől, nem? Reméljük. Hát én azért azt mondom ugyanúgy, hogy négybe szeretnénk jutni, de idén is szeretnénk azért mindenkinek a dolgát megnehezíteni. Tehát akkor teljes csapattal indul a munka, hát akkor ez sok sikert kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.